Az 1800-as évek végén készült ez az esküvői fotó, amely a Hansági Múzeumban található. A házasságkötési szertartások már a Krisztus előtti időkben keltezhetők, ezekről pedig írásos emlékek tanúskodnak. A múzeumban található Kumpf Antal fényképész által készített képmellett elhelyezték azt a több mint 100 éves fátylat is, amelyet egykoron a fotón látható mennyasszony viselt. Ezen látjuk ugye az ifjú párt, amikor azt a pillanatot, amikor házasságot kötöttek, bár ez egy műtermi képről beszélünk, körülötte a fátyol, ami ugye a tisztaságot, illetve az üde hölgyet képviseli, és körben a koszorú, ami a fején volt annak idején. A házasság hetét csak mindössze körülbelül 15 éve ünneplik világszerte. Azóta egy komplett iparág szerveződött köré. Esküvői kiállításokat szerveznek, ahol szolgáltatók várják a párokat évről évre újabb és szélesebb kínálatukkal. Győr-Moson Sopron megyében rekordot döntött a házasságkötések száma, és Moson-Magyaróvár is felfelé húzza a statisztikát. Vélelmezhetjük azt, hogy kormányzati intézkedések hozadékaként növekedett meg a házasulási kedv. Egyébként érdekes, 2019-ben volt egy nagyon kiemelkedő adat, ehhez képest a 2020-as adat egy kicsit csökkenést mutat, és körülbelül 4%-os növekedést tapasztalunk 2021-hez képest. A statisztikák szerint 2021-ben 240-en mondták ki a boldogító igent a városban, ami növekedést mutat a 2020-as évhez képest. Akkor ugyanis a koronavírus járvány miatt számos esküvőt elhalasztottak. Az egyházi szertartások tekintetében a tavalyi évben még érezhető volt a vírus miatti bizonytalanság, ezért a magyaróvári Szűz Mária királynő és Szent Gotthárd templomban kevesebb esküvő volt, mint korábban. 2022-ben azonban már sokkal többen jelentkeztek. A templomi szertartást jegyes vizsgálat és jegyes oktatás előzi meg. Majd ezt követően van még egy ilyen próba, hogy azért mégis hogy is történik mindez, ez már közvetlenül a házasságkötés előtti napon, és hát utána pedig a házasságkötés itt a templomban. Tehát ez a fölkészülés. Éppen ezért azt szorgalmazzuk, és ez mindegyik plébánia így van vele, hogy legalább 3 hónappal a házasságkötés előtt jelezzék a szándékukat. A legtöbb esküvőt meglepő módon nem nyáron, hanem tavasszal és az őszi időszakban rendezik meg a városban. A legnépszerűbb helyszín pedig a Moson-Magyaróvári polgármesteri hivatal.